Jó napot kívánok, köszöntöm a Zala Sport nézőit. A férfi kosárlabda bajnokság negyedöntőjének első mérkőzésén a Falkó Vulcano Energia KC Szombathely együttese fogadja a Zala Kerámia ZTL csapatát. Tiszta kékben a vendég zalaiak, Radics pedig meg is szerzi az első kosarat a találkozón. És tiszta sárgában, a sárga feketében, ugye fekete csíkkal a mező és a nadrág oldalán pedig a hazai Falkó Govens fordul, és adja be Taylornak, és Taylor egyenlít. Ugye a Falkó a bajnokság alapszakaszában és utána a középszakaszban is megtartotta a második helyét a táblázaton, míg a Zalaegerszeg a hetedik pozícióban zárt. Von kiadott hármas után, kini ismétlése sem jó, ő már jóval közelebbről tette fel. Aztán most odaütött Pern kezére. A vendégeknél Taylor és Govens mellett Borisov még a külföldi játékos a parketten, Perl és Váradi a két magyar a kezdőben. Ezzel tehát az is jelentő, hogy Váradi Benedek vállalni tudta a játékot, hiszen volt erről is szóbeszéd, hogy esetleg nem lép pályára, akár csak az etében Benke Szilárd, aki most zsákolt egy szépet Radics indítása után. Mind a két zsíléssel bajlódó játékos itt van, és kezdő az etében Benke, a vendégeknél Váradi. Most Vón próbálja megállítani Pert, aztán Radics nyúl oda, és megint megalapda az egerszegieknek. Most a Horváth Center egyedül indult, aztán Vont csapkázza Govens, majd Radics összeszedi a labdát, és ez most már fault a Szombathely amerikai, sőt most már ugye magyar játékosánál. Közel megérkezett az egerszegi szurkoló tábor hangja is, és a kiírás kitartás keri, mi veled vagyunk. Az egyik törzs szurkolónak üzennek az egerszegi drukkerek. Ehhez csak csatlakozni lehet, kitartást keri. Most pedig Radics a büntető vonalról, kettőből kétszer eredményes a Horváth Center. 6-2-re vezet az ETL, alig több mint másfél perc elteltével. Govens a labdával, jó beállítás Taylornak, ez sima zicser. Nem igazán ügyeltek rá az egerszegi játékosok a védekezésben, pedig aztán Taylort fogni kell. Ő maga volt az, aki elmondta egyébként pár héttel ezelőtt, hogy őt senki nem tudja gyakorlatilag tartani a magyar bajnokságon támadásban. Hát ez egy merész illatkozat volt az amerikai centertől, de tény és való, hogy igen, erőteljes játékos, és most is ezt bizonyítja, mind a hat pontját eddig a Falkónak Steve Taylor szerezte, és egyenlített ezzel a duplával, most 6-6. Szabó, ugye ő az, aki megfordult Szombathelyen, míg a vendég csapatban, ugye az Zalaegerszeg most jelenleg a vendég, ott tehát ugye Szabó az, aki játszott már itt Szombathelyen, míg a vasiaknál Govens és az egyelőre padon ülő Julian Norfleet, a két amerikai, aki korábban a ZTE színeiben is bizonyított már. Perl, Váradi kiadja Borisovnak, ő közelebb viszi, nem jó a dobás, de Szabónak fúj farkas játékvezető egy személyét, így dobhat kettőt majd Milos Borisov. Nyolc hatra vezet az ETM, 3 perc telt el a mérkőzésből. Borisov egyenlített két büntetővel. Az első jó, ő egy jókezű játékos, tehát nem gyakran szokott hibázni a vonalról. Most is jó volt az első kísérlete, és bent van a második is. Ezek az első olyan szombathelyi találatok, amelyet nem Steve Taylor szerzett. Radics, ő és Taylor egyelőre 6-6 pontos. Az a Zalaegerszegben Benkének van ugye egy duplája, a túloldalon pedig Borisov az imént. Radics, ez is bent van.
Borisov próbálta leütni a gyűrűről a labdát, de beszédült a labda. Radics már 8 pontnál jár, 10-8-ra vezet az ETF. Gowens. Bell várja a sarokban a triplát, Benke későn ér ki, nem jó a hármas. Gowens viszont letette, leszette és aztán letette Borisovnak. Borisov kihagyja, Szabó szedte. Benke indul, Váradival egy az egyben, aztán fennakad a szombathelyi játékoson Benke, sőt hátulról rásegített még erre Taylor is. A faltot Váradi kapja, az első neki, Benke pedig dobhat két büntetőt. Szomszédvári rangadó, ez a találkozó, ezt nem is kell ecsetelni. Hiába hétközi mérkőzés, Zalaegerszegről is szép számmal látogattak el szurkolók. 325 darab vendégjegyet kaptak az egerszegiek. Ennyien lehet, hogy nincsenek itt, de azért jöttek jó páron Zalaegerszegről. És nincsen teltház sem. Amúgy, ami némileg meglepő, hiszen mégiscsak ez már egy playoff mérkőzés, annak is az első találkozója, ami sokak szerint talán a legfontosabb. Közben Taylor hagyta ki. És az ETL jöhet. Kini kiadja Szabónak, felemeli a triplát, Szabó Zsolt, és bent is van. 15-8 az ETL javára. Az 5. perc elején. Váradi, ő is feliratkozik a pontszerzők közé. Tulajdonképpen nem volt nehéz dolga, simán bevitte a labdát. Kini, vissza Radicsnak, tripla, és ez is bent van. Ivica Radics egyelőre ellenállhatatlanul játszik, ez már a 11. pontja volt a horvát centernek. És az első hármasa a meccsen. Gowens kiadja Borisovnak. Szabó mellett próbálkozott, de Szabó jól védekezett. Most ugyanezt teszi Von Váradival szemben. Perl vissza Váradinak. Elviszi Von mellett, aztán fennakad Radicson, és nem is megy be a labda. Falt pedig nincs. Benke. Ő korzózik be, és jó a kosár. 17-8. Az időkérés után jöhet majd a Falkó saját palánk alól. 20-10-re vezet az ETL. És egyelőre nem cserélt egyik mester sem. Az alaiaknál nincs is erre ok, különösebb ok. A vendégek, pontosabban a hazaiaknál lehetett volna, de nem változtatott Szrecsko Szeklovics. Per kihagyott kosara után Váradi volt az, aki bepöciszte a lepatanót, sőt még oda is ütöttek neki, név szerint Benke. Idobhat még egy büntetőt is majd Váradi Benedek. És most cserél Bence Tamás az alaiak mestere, Von helyett Horváth Ákos érkezik. Váradi pedig dobhat. Itt
idén 2 mérkőzést játszott egymás ellen a csapat, közben Váradi kihagyja, Radics pedig leszette a lepattanót. Először novemberben itt szombat egy 88-82-re nyert a Falkó, tulajdonképpen végigvezetett a Vasi Gárda, és csak a utolsó negyedben nyert az ETM 31-25-re. Kinni kosara volt az imént, de maga biztosan nyert apra sárga-fekete alakulat. Taylor ezt is megoldja, Borisové az assziszt. Aztán Zalaegerszegen sem sikerült tavasszal a visszavágás az ETének. Akkor is már volt 20 pontos előnye is a Falkónak Zalaegerszegen, és a végét tette szorossá az ETM, de behúzta a Falkón 81-76-ra az Alakerámia rendezvény csarnokban is a mérkőzést, tehát az alapszakaszban 2-ből 2-t nyert a Szombathely. A középszakaszban nem találkoztak, hiszen a Falkó a Felsőházban volt még a Zalaegerszeg középen. Mind a két csapat 5-3-as mutatóval zárt a középszakasz után, 5 győzelemmel és 3 vereséggel. Most pedig Kirny harcolt ki büntetőt Bojtó mellett, Szabó helyett pedig érkezett 13-as számmal Mohácsi Máté az etében. Kirny dobhat, jó az első büntetője. A második már nem, marad a 3 pont Kini neve mellett. Ő novemberben még nem volt itt a Falkó ellen, az ETL keretében. Govens nem jó a dobás. Kini védekezett rajta egykoron az ETL-ben, ugye csapattársak voltak. Most pedig Govens oda James Kininek. A második foltja már a magyar válogatott Derin Govensnek. És a Falkónak összejött az 5 csapathiba, Kini ismét odaállhat a vonalra. De először kér egy törölközőt az ETE padjától, majd dobhat 2 büntetőt. Ugye 2 évvel ezelőtt játszott Gómez és Kini együtt Zalaegerszegen, akkor az ETE az 5. helyen zárta a bajnokságot, és mind a ketten alapemberei voltak természetesen a kék-fehér csapatnak. Gowens volt talán a kettejük közül is a jobb. Most pedig Kini kihagyja mind a két büntetőt, és Radics ismétlése sem jó. Aztán Kini csap oda Borisovnak. Ezzel az ETE-nek is megvan a 4 hiba. A következő után majd dobhat a Falkó. 24-13-ra vezet az Zalaegerszeg, és 3 perc, 11 másodperc van még a negyedből. Vón jön vissza Kini helyére. Márciusban már játszott Kini a Falkó ellen Egerszegen, akkor 16 pontot dobott. Perl. Gowens felemeli a triplát, és jó. Megvan Derin Gowens első kosara a találkozón. Mindjárt egy 3-as. 23-17. Az ETA javára. Von élteti is egyébként Gowenst a hazai közönség. Őt nagyon kell tartani, hiszen a Falkó legjobbjáról van szó. Benke szépen csinálta meg, és már a 8. pontját szerzi a válogatott Benke Szilárd. 2 perc 25 másodperc. Perforgolódik Von mellett, nem jó dobás. Von fogja a fejét, de Farkas játékvezető befújja neki a faltot. Von mutatja, hogy ő csak feltette a két kezét. A játékvezetők nem így látták, közben pedig cserél Szekulovics mester. Borisovot hívja le, és érkezik 34-essel Alexander Pusztavár, a belorusz játékos. Per pedig dobhat 2-t. Az első nem jó. Norfleet is már ott ül a cserepadnál,
bevetésre készen, az etében pedig Dr. Péter érkezik majd a büntetők után. Pernek a második jó. Ez volt az első pontja a mérkőzésen. Le is megy, Norfleet jön a helyére, az etében pedig Benkét váltja 22-essel Dr. Péter. Ő a másik vasmegyei csapatban, a Körmendben nevelkedett, és tavaly is még ott játszott, mármint doktor. Julian Norfleet pedig az etében szerzett bronzérmet tavaly. Radic, Vaughn, nagyon szépen csinálta Vaughn. Govens egy picit elcsúszott, Vaughn pedig kihasználta a területet, bevitte és bedobta. Első duplája volt Deonta Vaughnnak a meccsen. 27-18 az ETA javára, Váradi kiadja Norfleetnek. A hármas nem jó, Horvát szedi, doktor indul, és mellette Vaughn is, Vaughn kapja, Vaughn fordul, gyönyörű passz, hatalmas támadás, Radic a befejező ember. Hát mögötti flick-flakkos átadás volt Deonta Vaughntól, Radic pedig bedobta az icert. 11 ponttal vezet az ETA. 1 perc, 20 másodperc a vége előtt, aztán Vaughn sapkája után szerencséje volt Taylornak, hiszen visszakerült hozzá a labda. Így a második kísérlete már jó volt. Ez pedig egy eladott labda, de visszakerül Radichoz. Doktor a hármasnál. Nem jó. De a lepattanó ismét vissza Radicsé. Aztán kiadja Mohácsinak. Mohács elindul, Norfleet mellett fault az amerikainál. Falkó tábor minden belebúzdítással próbálja lázba hozni a szombathelyi csapatot, Taylor pedig pihenőt kap és jön 13-assal Tóth Norbert. Az etében pedig Mohácsi dobhat majd 2 büntetőt. Nincs még kosara a meccs Mohácsinak. Most már igen. Ezzel ismét 10 pont a különbség. 58 másodperc van még hátra a negyedből, 30-20 jelenleg az ETA javára. És jó a második is Mohácsnak. 31-20. Govens. Tóth Norbert ad egy elzárás, Govens elindul, aztán Pusztavár kapja. Mohács Jós jól védekezik, Pusztavár el is adja a labdát. Nagyon sok labdát ad el a Falkó. Horváth Ákos, Váradi mellett rossz a kísérlet. Doktor pedig érkezik, és kap egy faultot. Govens lökte meg, aki leszette a lepattanót, így viszont az amerikai dobhat 2-t. Talán Horváth Ákos egy kicsit elhamarkodta ezt a támadást, hiszen kevés idő van hátra már csak a negyedből, talán kivárhatta volna, megvárhatta volna a többieket. Nem így tett, kihagyta, és aztán most Govens dobhat büntetőket. Az első beszédű. Ezek tulajdonképpen ajándék pontok lehetnek a Falkónak. Jó a második is. Nem csak Horváth hibája miatt, hanem doktor faltja miatt is, bár doktor lendületből érkezett, ment a lepattanóért. Talán megkockáztatom, nem is biztos, hogy be kellett volna fújni azt a faltot. Vaughn közben. Vaughn beviszi, és meg is oldja. Szombathelyi védekezésen volt éppen a tető fokon. 13 másodperc, ezt már végig támadhatja a Falkó. Govens is ilyeti el. Bocsánat, Norfleet a labdával. Norfleet most indul el, és nem megy be, Mikovics mellett, a lepattanó Mohácsi, így marad 33-22. Némi meglepetésre a Zalaegers egy ponttal nyeri az első negyedet.
Mindkét csapatban a legeredményesebb játékos lennmaradt a padon a második negyed kezdetén. Az Edilen Ibiza Rádis 13 ponttal, még a Falkóban a 10 pontos Taylor kap egyelőre pihenőt, a faltot pedig Milija Mikovic, az ETL montenegrói játékosa. Perl harcolta ki a személyi hibát, és dobhat majd 2 büntetőt. Perl mindössze 1 pontot dobott az első negyedben, most erre tehet rá. A novemberi mérkőzésen Per nagyon jól játszott, 21 pontot szórt akkor, és tevékeny részt vállalt a Falkó sikerében. Zalaegerszegen nem ment már neki annyira, 8 pontot dobott, de a legfontosabb hármast akkor, amikor az ETE az EGÁL közelében volt. Doktor a labdával. Doktor indul, elkiosztja a horvátnak a sarokba, a horvát hármasa, jó! Első kosar a horvát Ákosnak. 36-24, a legnagyobb különbség a 12 pont. Pusztavár, nem jó a tripla, doktoré a lepattanó. Doktor robog előre, senki nem zavarja, aztán csapkázta őt Pusztavár. Tóthor Bert, majdnem elhagyta a labdát, végül Váradi gyűjtötte be. Norfleet elmegy doktor mellett, majd bedobja Mohácsi fölött a labdát. Norfleet is feliratkozik a pontszerzők listájára. 36-26 az ETE-nek. Von nem kapta meg az elzárást Mikovicstól. Von most elindul, lassan dobni kell, 4 másodperc, Von felteszi, nem jó. Perl. Mikovic most egyértelműen odaütött Pernek. Másfél perc alatt már a második hiba Mikovicsnál. Bence Tamás időt is kér. 26-36 az állás, de a labda majd az időkérés után. Jöhet tehát a Falkó oldalról az időkérés után, Váradi a labdába, tehát egy triplával próbálkozik, ami be is akad. Perjól kezdi a második negyedet, 5 pontot vágott már be, és bejön 10 alá a Falkó. Mikovic, ő nem tette fel a triplát, Horváth Ákos, vele szemben Per védekezik, majd kiváltott rá Pusztavár, sokkal keményebb most a Falkó védekezése. Von elcsúszott, és lejárt így a támadó idő. Most a szombathelyi közönség hangja jön meg, hiszen egy triplával feljöhetnek 4 pontra. Cserél Bence Tamás, jön vissza Radics, és jön Benke is. Horváth és Mikovic megy le. Most bal szerencsés volt Von, mert jól indult el, de elcsúszott ott a palánk alatt. Aztán nem jöttek a társak, hogy segítsenek. Így végül lejárt a támadóidő. Norfleet. Tóth Norbert. Perl. Elindul. Kiadja Norfleetnek, egy hármas ismét, ez rövid. Kinni szedi. Perl pedig ellopta a labdát,
és már a hetedik pontját szerzi. Amilyen jól kezdte az ET az első negyedet, most annyira gyengén muzsikál a csapat. 9-3 eddig. És még nem telt el 3 perc, most Tóth Norbert lából szerelte Kinnit, ezt lefújták. És jön is vissza Gomez a hazaiaknál. Váradi ment le. Nagyon kellene egy hazai, bocsánat, vendégkosár. Mert a Falkó lendületét különben nehéz lesz megfogni. Kinni, ő próbálkozik. Pusztavár mellett, aztán Mai majd adja. James Kinni. 5 másodperc támadóidő, Von. Ott van még a labda, Von felteszi, de nem jó. És a labda ismét a hazaiaké. Norfleet fordul le, Norfleet. Körbe viszi a palánk alatt, aztán kiteszi Govensnek. Govens indul el, ő vissza Norfleethez. Pusztavár 3-as. Nem jó a lepattanó, Norfleeté közelebb viszi, bedobja. Semmi védekezés az Alaegerszegnél. Már csak 3 pont az ET előnye, 36-33. Pedig volt 36-24 is. Kinni, Benke, jó a belátszás Radicsnak, aztán Kinnit, hogy mielőtt Radics feltette volna, Benkét letarolt a Norfleet. Így oldalra jöhet majd az ET-je. Kinni elindul Govens mellett, és bedobja. 38-33, Kinni 5. pontja volt a meccsen. Govens nem mert odaütni, mert már 3. hibája lett volna az amerikainak. Most leadja Norfleetnek, aki a palánk alól kihagyja, és Von kezéről megy ki a labda. Horváth Ákos érkezik az etében, Von helyett. Öt perc, 52 másodperc van még a nagy szünetig hátra. Most Pell majdnem elhagyta a labdát, aztán Penke nem tud sapkázni, de nem is dobja be Pell. Így a lepattanó meg lett Kinninek. Penke ki Horvátnak. Elküldi Norfleetet, felteszi a 3-ast, ami nem jó. Szabó érkezik, de nem tudta elütni a labdát. Govens. Kinni mellette, Govens ezt megoldja. Ha máshogy nem, úgyhogy kiharcolt egy személyi hibát. És hát ez számomra teljesen értetetlen, papjátékvezető szándékos hibát fúj James Kinninél. Így nem csak hogy 2 dobhat Govens, hanem oldalról is majd a Falkó hozhatja a labdát. Ez mindenféleképpen véleményes. Govens feltette, Kinni egy kicsit aláfeküdt, a falt jogos, de hogy ez szándékos, az óriási túlzás. Govens beszobja mind a kettőt, és jöhet oldalról is a Falkó. Ez mindenképpen ajándék papjátékvezetőtől. Semmi olyan nem volt szándékosság, vagy ütés, vagy rúgás, ami miatt ezt nem is volt totális zicser, értetetlen a technikai. Most pedig újabb faltot fúj Kinninek, akinek ez már a negyedik. Elképesztő. És a csapatnak is a negyedik ebben a negyedben. Kinni csak mosolyog kínjában, és lejön a pályáról, Von érkezik a helyére. Hát így nagyon nehéz lesz, hogy James Kinni már a 15. percben megkapja a negyedik faultját. Govens tripálja, jó.
Ezzel pedig egyenlít a Falkó. 38-38. És ebben most a játékvezetők is benne vannak. Ezzel a két faltal. Von. Most a negyed Borisov is. Oldalról jöhet majd az ETL. Benke. Radics mozog el. Von emeli a triplát, ami rövid. Labda Borisové. Átveheti a vezetést a Falkó. Norfli be is viszi. Magasan tette fel, hogy Szabó ne tudja sapkázni. Horváth Ákos gyönyörűen húzza vissza. Benke egy maga kihagyja, Szabó bedobja az ismétlést. Közben Tóth Norbert még mindig a palánk mellett fekszik. Hazai közönség tiltakozik. A játékvezetők nem állították meg a mérkőzést, így Szabónak jó a duplája. 40-38 az ETL-nek. Volt ott egy ütközés Horváth és Tóth között. Tóth kimaradt a pályán kívül. De most már semmi baja, folytatni tudja a mérkőzést. Jöhet majd alapról a Szombathely. Goenz. Goenz Benke mellett, visszaadja Tóthnak, és be is dobja Tóth Norbert. Az első találat a mérkőzésen. Radics, mögötte Tóth. Radics, Tóth odaütött. A harmadik csapathiba a Falkónál, és jön vissza Steve Taylor Tóth Norbert helyére. 40-40 a találkozó állása, 3 perc, 52 másodperc vég a második negyedből. Goenz ért bele Von labdájába, így marad az ETL-nél. Alapról dobta be Von. Radics. Taylor mögötte, Radics megoldja. 15 pontos a horváth center. 42-40 az ETL javára. Perl. Rövid. Labda pedig végül Radicsé lesz, kiszedte Taylor kezéből. Benke. Horváth nem teszi fel a triplát, aztán Benkinek játsza vissza ki, és ő sem dobja el a hármast. Benke most beviszi, és be is dobja Taylor mellett. Eléri a 10 pontot Benke Szilárd. 44-40. Goenz. Goenz. Taylor. Nem jó. Radics közben jó. Aztán Horváth. És megvan a labda ismét. Horváth már legalább a harmadik labdáját szerzi itt a második negyedben. Ez pedig egy nagyon szép akció lett volna. Csak kicsit magas volt Szabónak. Így nem is ment be a túloldalon Norfleet. Aki betalál. 44. 42. 2 ponttal megy az ETL. Radics. 2-20 még a negyedből. Radics. Mögötte Taylor. Radics ezt is megoldja. Cserél a Falkó. Jön vissza Váradi Benedek Perl Zoltán helyére. Váradi 12 pontot dobott a novemberi találkozón az ETL ellen, itt Szombathelyen. Zalaegerszegen viszont sérülés miatt majdnem nem játszott, de végül ott is vállalta, és 16 pontot hintett, 4 triplát. Borisov 3-asa most lejött a gyűrűről.
Hát igen, most a Falku közönség tiltakozik. Norfli is ütött oda horvátnak. Gyanús volt ez a személy is. Norfit lemegy, jön vissza Perlazetében, pedig Benkét váltja Kis Attila Raúl. Norfleetnak a harmadik hibája volt ugyanis ez. Horváth nem tudja bedobni. Most kapja Radics. Horváth Ákos. Horváth még mindig. Jó beosztás Radicsnak, ez lépésgyanús volt. Nem fújták le Radics dobása, pedig beszédül a gyűrűbe. 19 pontnál jár már a horvát légiós. 42-48. Gomez faltot reklamál. Kiosztja Pernek, jön a hármas, ami rövid. Von szedi, aztán indítja Horvátot egyből. Jön Szabó a túloldat. Horvát nem adja le, eldobja egymaga. És bent van, ez is. Akárcsak az imént Radicsnál, a labda gondolkodott egy ideig, aztán csak beesett. 42-50, egy perc még a második negyedből. Borisov. Goenz elviszi Kis mellett. Radics pedig odaüt. Így nem csak, hogy jó a kosár, hanem dobhat még egyet majd Derin Goenz, aki ebben a negyedben megemberelte magát, és már 12 pontnál jár. Ebből hetet dobott itt a második etapban, és jöhet a nyolcadik is. Meg is történt. 45-50, 50 másodperc még a nagy szünetig. Rendkívül sok pont az első fél időben. Ez nem feltétlenül a remek dobóformát mutatja, sokkal inkább a gyenge védekezést, vagy gyengébb védekezést mind a két oldalon. Radics. Taylor mellettéről falt, jó kosár, Praks játékvezető mutatja, és dobhat még majd egyet, itt Radics. A faltot pedig Taylor kapja, neki az első. Radics pedig már 22 pontos. 9 dob ebben a negyedben. 30 másodperc még. 45-53. Az ETL javára. Goenz. A falt akkor dobhat. Váradi a hármassal. Nem jó. Radics leszedi. Eddig bomba formában Ivica Radics. Ezen a találkozón. Védekezésben is és támadásban is. Extra a horvát játékos. Von. Jó ez is! 10 pont ismét az etének. Gomez még elengedné volna, lesapkázza. 45-55 a fél idő. Hiába egyenlített a Falku ebben a negyedben. A vezetés nem tudta átvenni. Majd a hajrá a második etapban ismét az Zalaegerszegé volt. Itt 10 ponttal vezet a szünetben Bence Tamás együttese. 55-45.
Tízpontos zalaegerszegi vezetésről folytatódik a Falkó ZTE találkozó a legjobb négy közé kerülésért vívott páros csata első találkozóján, és már is 5 másodperc alatt Per Zoltán elkönyvelhet egy faltot. Neki ez az első, hogy ő még nyugodtan csapdoshatott. Ugye ezt nem teheti meg James Kinney az etéből, hiszen ő már 4 személyével áll, de ott van a kezdőben itt a második fél elején is. Benke eladja a labdát, amit indulhat Váradi, Von nem bántja, így Váradi bedobja a sima Zicert. Az első negyedet 33-22-re nyerte az Zete, akkor nagyon jól játszottak az alaiak. A második negyed elején aztán egyenlített a Falkó, az etap végét viszont az Zalaegerszeg bírta jobban. 23-22-re hozta a felvonást a Szombathely, de maradt a 10 pont előnye az Zetének. Váradi triplája nem jó, Benké a lepattanó. De hogy ezt az iramot, illetve ezt a koncentrációt láthatjuk, pont ahogy kimondtam, el is adta Kini. Váradi pedig már a második dupáját szerzi itt a harmadik negyedben. És ami nagyobb baj, hogy Szabó lent maradt a palánk alatt, fálalja a bokáját az erőcsatára az Zetének. Tehát hogy bírja el az ETL végig a Falkó ellen ezt a ritmust, az azért erősen kérdéses. Ugye a Szombathely itt a Szavári Arénában idén csak egy mérkőzést bukott el, azt is éppen hogy a Szolnok ellen. 86-85-re nyert itt az olaj a közép szakaszban, az alapszakaszban veretlen volt a Falkó hazai pályán. És hát tavaly is legyőzte itt a Zetét az alapszakaszban és a középszakaszban is, és ugye idén is sikerült ez már. Rad is leszedi és bedobja Taylor mellett, ismét már 24 pontos a mezőny legeredményesebbje Ivica Radics. A vendégeknél Govens 13 ponttal a legjobb egyelőre, Taylor pedig 12-vel most ezzel a duplával. A második negyedben nem talált be az amerikai center, 10 pontot dobott az első negyedben, a másodikban hallgatott, most viszont betalál. Von vissza Radicsnak, Radics és Taylor, Radics forgolódik, aztán Von a hármassal, nem jó, Szabó ugrik, üti, és végül Radicsé lesz a labda. Szerencséje volt most az Zalaegerszegnek. Megint Radics át a hosszúra, Kinni a hármassal, rövid, ez Perlé. Per most elmegy, Kinni nem tudja bántani, Per kicsúszott a labdával, ugyanúgy, mint Von az első félidőben, ő is ugyanez a palánk alatt esett el, egy picit kijebb, mármint inkább a bal oldal felé. Most Perl volt bal szerencsés. Kinni mutatta a figurát, és Szabó kapja a labdát. Borisov mellett indult el Szabó, aztán Vonhoz játszik vissza, Von pedig eladja, majdnem, Szabó ügyel bajjal visszaszerzi, aztán Kinni, 4 másodperc számod, Kinni szép, gyönyörűen, nyugodtan oldott el most meg James Edwin Kinni. 59-51 az Zetének, Gowens korzózik. A dobása nem jó, Taylor viszont leszedi, és be ejti a labdát a palánk alól. Praks játékvezető megállítja a játékot, mert Vonnak be kell kötni a cipőjét, így majd oldalról hozhatja a játékba a labdát a kék-fehér gárda. 53-59, 3 percnél valamivel több ment el a harmadik negyedből. Von, Radics. Szabó. Radics. És Taylor. Taylor támasztja Radicsot, aki lopja a távolságot, aztán kiosztja Szabónak, aki hármas emel fel, és jó!
Szabó Zsolt második triplája találkozón. 8 pontnál jár az egykori szombathelyi játékos. 8 pont az Ete előnye is. Bocsánat, 9, 62-53. Váradi triplája nem jó, viszont visszaszerzi a labdát. Borisov emeli a hármast, ez sem jó. És Radics hozza el a labdát. Radics robog előre, per megállítja szabálytalanul. A Falkó egyszeres magyar bajnok 2008-ban Szecskó Szekulovic irányításával lett aranyérmes a szombathelyi gárda. És az ETE jelenlegi trénere Bence Tamás, közben Szabó újabb triplája! Ismét 10 pont felett vezet az ETE. 53-65. Tehát visszatérve Bence Tamással, a Falkó 2010-ben bajnoki ezüstérmes volt, Borisov, aki betalál közben. Bence Tamással története második legjobb eredményét ért el a Falkó, sőt az alapszakasz mutatóit nézzük, abból az idényből akkor a legjobb volt a Falkó, hiszen alig veszített mérkőzést. Aztán a bajnoki döntőt már elbukták a Pakssal szemben a szombathelyiek akkor. És azóta sem sikerült megismételni a bajnoki aranyat. Tavaly közel jártak hozzá, hiszen bejutott a döntőbe a Falkó, de az Alba legyőzte a szombathelyieket. Most pedig Kinni vitatja, és én is úgy láttam, hogy bizony kiütötték a kezéből a labdát, nem pedig ő ért bele utoljára, de Pap játékvezető nem így ítélt. Goenz elindul, aztán kiosztja Pernek, most Váradi kapja, Borisov, Taylor, Radics mögötte, nem adja meg, Farkas játékvezető a kosarat, már előtte lefújta a faltot, Ivica Radicsnál. A második hibája a horvát centernek, így majd oldalról jöhet a Falkum, ahol csere is történt. Perl jön le, Norfleet érkezik. 10 pont, 55-65 az Etének. Taylor, Borisov, Norfleet, egyedül Váradi, magyar játékos a Falkó csapatában jelenleg, plusz ugye Goenz, aki most kap egy személy hibát Praks játékvezetőtől. Nagyon dühös Derin Goenz, hiszen neki ez már a harmadik hibája lesz így. A faltot nem is, de mindenképpen úgy láttam én is, hogy Goenzről ment ki a labda, tehát mindenképpen az Ete jött volna. De hát így az Alai szempontból még jobban jött ki. Az Alai, ez pedig egy gyönyörű játék. Von bejátsza az üresen bemozduló Radicsnak a labdát, aki szétszaggatja a gyűrűt. Nem tudják tartani a szombathelyek egyelőre Radicsot. Taylor. Ő kihagyja, és Radicsi a lepattanó ismét. Kinni. Kinni. Ezt nem igazán akarom kommentálni. Kinni nagyon csúnyán adta a labdát. Majd Norfleet az, aki befejezi. Szabó Zsolt jogosan reklamál, mert aztán elvitte a labdát a szombathelyi játékos. Pap játékvezető mutatja, hogy a következő ilyennél szándékos hibát fog fújni a Falkónál. Az alaegerszegi szempontból nagyobb baj az volt, hogy Kinni nemes egyszerűséggel oda dobta az ellenfélnek a labdát, most pedig Von gyötri be emberrel együtt. Lemaradt Taylor és Kinni a
palánk alatt ütközött a két amerikai játékos. Mind a kettő fájlalja valamiét. Tinni a térdét fogja. Von pedig, ha jól láttam az oldalát. Le is jön mind a két játékos a parkettről. Taylor helyett Tóth Norbert érkezik. Az etében pedig Kinnit Horváth Ákos váltja. 3 perc 37 másodperc még a negyedből. 57-69. 12 ponttal megy az ETE. És Radics is pihenőt kap Bence Tamástól. Milija Miković érkezik. Montenegro játékos játszott már az első fél időben is. Nem sokat. Pontja nincs. Gomez, Norfrid kiosztja Pusztavárnak, és benn van az első kosra a fehér orosz játékosnak a mérkőzésen, holott ő is játszott az első fél időben. Bejön 10 pont alá a Falkó, 60-69. Horváth Ákos. Mikovics bemozdul, de nem adja Horváth, eldobja inkább a kettest, és jól tette. 7 pontos Horváth. Goenz. Goenz Horváth mellett. Faltot kap az ETE egyese. Goenz pedig dobhat majd 2 büntetőt. Perl Zoltán jön Váradi Benedek helyére. Horváth Ákosnak az első hibája volt. Goenz pedig megszerezheti első pontjait a második fél időben. Az első büntetője jó. És jön a második is. Szintén bent van. 15 pontnál jár Dering Owens. Von. Mikovics. Benke. Horváth Ákos. Norfrid nézve fakasz szemed. Horváth Mikovicsnak, Mikovics Szabónak, Szabó hármas. Nem egy be, Benke próbálta leszedni két vasi játékos gyűrében a labdát, nem sikerült. Pusztavár az, aki a palánk alatt üresen marad, és dobja be a Falkó 64. pontját. 71-64 az ETE javára. 2 perc, 7 másodperc még a negyedből. Von. Szabó, Benke. Elindul Benke, és eladja. Von csak oda. Szombathelyiek szándékos hibát reklamálnak, és ha erre azt adott volna most papjátékvezető, kevésbé lettem volna meglepődve, mint amikor a második negyedben Kinninek befújt egy szándékos hibát. A sima faultot lefújta papjátékvezető, Bence Tamás pedig időt is kérne, de nem engedi a spori. Helyette elmegy videózni, úgyhogy még elképzelhető, hogy végül szándékost fog fújni. Segítenek benne a szombathelyi szurkolók is. Ketten ott Papp Péter mögött mondták a frankót. És végül szándékos hibát mutat Praks játékvezető. De a fő spori Papp még nem mutatott semmit, úgyhogy egyelőre
Kicsit később indították el az órát a szombati időmérők, mert már rég hozzá Rubens, mikor elindult. 1 perc 49 másodperc van még a negyedből, és most Pell harcolt ki személyét Szabónál. 4-4 a csapatiban mind a két oldalon, úgyhogy még nincs dobás. És nem lett ugye technikai sem végül az iménti vonfalt után. 71-64 az ETA javára, de támadhat a Falkó. Gowens von mögötte, szép a bejátszás, aztán Gowens lábáról megy ki. Így van. Szép lett volna a játék Tóth Norbernek, de Szabó közben nyúlt, aztán Gowens visszaszerezte, de végül az ő lábáról pattant ki a labda. Az Etének is a pályán, Benke helyett, az időkérés után. 23-as a fiatal egerszegi játékos. Már kapott pár percet az első félidőben is, kosara nincs. Von. Mikovics most adott egy gyenge elzárást, aztán Von bejátsza Mikovicsnak, rázuhannak ketten, nem fújnak faltot, Mikovics pedig kihagyja. Érdekes. Norfi tripája, jó. ...67-71, 50 másodperc a negyedből. Kis elindul, nem teszi fel, Szabó, ő igen, nem jó a kettes, Tóth jó helyre húzza a labdát, Kis nem faltol, Pell viszi, Pell nem megy be, de dobhat kettőt majd Per Zoltán. És feljöhet kettő pontra a Falkó. Ugye azt mindenki tudta, hogy ez a 10 pontos zalai vezetés a szünetben az még nem jelent megnyert találkozót. Kosárlabdában sehol sem, de egy ilyen szomszédvári rangadón, főleg úgy, hogy ugye a Falkó játszik hazai pályán, és azért jóval jobb kerettel rendelkezik, mint az ETA. Ez egyértelmű volt, hogy a meccs nem dőlt el. Főleg így, hogy most gyakorlatilag szinte egára jöhetne fel a Falkó, de Pell kihagyja az első büntetőt. Ez lehet egyébként az első találata a második félidőben Pellnek. A második büntetője bent van. Itt 9 pontos Pell, a különbség pedig 3, 68-71 az Etének. 24 másodperc. Nem támadhatja az Ete végig. Körülbelül 7 másodperccel kevesebbje van az alaiaknak. Von nem sieti el. Most indul el az amerikai Von. Kiadja Horvátnak a sarokba. Jó a tripla! Horváth Ákos! Nem szabad faltolni. Gowens megy. Kiadja a pusztavár, pedig elhibáz a Szabó mellett. Így marad a 74-68. A ZTE javára. Horváth Ákos remek triplával zárta zalai szempontból a harmadik negyedet. Amit ugyan a Falkó nyert, de a ZTE egyelőre
74-68-ról folytatódik a mérkőzés a negyedik negyedben. A ZTE vezet, még 6 ponttal, hiszen Pusztavár 3-asa lejött a gyűrűről. 23-19-re nyerte a harmadik felvonást a Falkó, és faragott a 10 pontos hátrányából, de még mindig a kékfehérek vezetnek. Horváth Ákos dobott egy kötényt Radicsnak, de beleért valaki lábbal, méghozzá tud Norbert, így marad az eténél a labda. Horváth Radicsot vissza egyébként a parketre, de nem Mikovics helyett, hanem Szabó Zsoltot váltotta. Mikovics nem emelte föl a triplát, pedig van már neki ebben az idején, most Kis Attila, Raúl próbálkozik, Horváthnak el kell dobnia, nem ment be, Mikovics pedig nem tudja leszedni. Norfleet szépen lefordul Vóról, ez egy gyönyörű játék, eddig Kert pedig bedobja, és Farkas játékvezető fúj egy faltot Horváth Ákosnak. Horváth nem igazán ért ezzel egyet, de nem tud mit tenni. A Spori befújta. Kis Attila, Raúl helyett pedig jön vissza Benke Szilárd. Benke a harmadik negyedben nem dobott pontot. Perlis csak egyet. De ebben a negyedben már van neki 3. Így a különbség is ennyi. 71-74. Horváth eladja. Eladja. Per mehet, és bent van ez is. Per 5 ponttal indít, és 1 pont már csak a különbség. Kinni. Mikovics, Benke. Bejátsz Radicsnak, Radics pedig kihagyja. Talán először hibázott a horvát játékos. Benke visszahúzza, de rossz helyre, Pusztavár leosztja, és átveszi a vezetést a Falkó. 7-0-val kezdenek az, hogy mind a 7 pontot Váradi Benedek dobta. Így most az előbb lehet, hogy rosszul mondtam, természetesen nem Váradi, hanem Per dobott zsinórban 7 pontot, és ezzel alapról jöhet a szombathely. Tóth Norbert, Norfleet, Per nem tette fel a triplát, Pusztavár sem, most kiadja Pernek, ez már igen, és nem jó a hármas, bekeütötte el a labdát. Von, egymaga, bedobja Norfleet mellett nagyon szépen, Deanta Von. Beke viszont lent marad, ugye amúgy is sérüléssel bajlódik az ETL válogatott bedobója, Benke Szilárd húzza a lábát, de marad a pályán. 75-79 az ETL javára, és megint legalább 2 másodperccel később indították el az órát a szombathelyiek. Gómez már legalább 3-at beleütött, amikor elindult a meker.
Gomez bedobja, aztán... Radics. Szabó kapja. 5 másodperc, 4, 3, el kell dobni Radicsnak. Szerencsére Tóth Norbert odaütött neki. Már igen szorult helyzetben volt Ivica Radics, de Tóth megtette azt a szívességet, hogy rácsapott a kezére. 6 perc még a meccsből. Von. Vele szemben Norfleet, Von. Most már Tóth Norbert is ott van, Von. Aztán odaadja Norfleetnek. Per megy. Gyönyörűen csinálja, de nem megy be. Norfi segíti be aztán. Ismét egyenlít a Vasi gárda. 79-79. Norfleet 13 pontnál jár. 5,5 perc. Benke, perlüt oda. Tiltakozik a szombathelyi publikum, de ez igencsak észrevehető volt, hogy Per hátulról taszított egyet Benkén. Pernek így a negyedik hibája, le is hívja őt a pályáról Szekulovics mester, és jön vissza Váradi Benedek hosszú idő után. 79-79. 5-28 a végéig. Kini. Radicsnak a palánk alá. Radics aztán kivonnak. Sokkal jobban fogják most Radicsot, mint az első fél időben. Benke. Igen, messziről el kell dobni. És gyönyörű! Benke Szilárd. Második triplája a negyedik negyedben. 82-79 az ETL javára. Govens, Pusztavár, Govens, csak kettes, de ezt nyilván bedobja. A harmadik negyedben 2 ponton tartották Derin Govens az egerszegélyek, és ebben a negyedben már 4-et hozzátett. Kimi elindul, és nem értem, hogy Govens mit dühöng, amikor egyértelmű volt, hogy oda csapott. És még örüljön, hogy nem ő kapta a faltot, hanem Pusztavár. Dobhat 2-t James Kinney, viszont az első fél időben 2-0 volt a mérlege. Pontosabban az utolsó 2 büntetője, mert az elsőt bedobta még a találkozó elején, és most is kihagyja. Kinni. 7 pontos amúgy ő, és 4 faltja van. Megvan a 8. pontja, a második büntetője már bent van. 83-81 az ETL javára, 4 perc, 40 másodperc a hátra lévő idő. Váradi, Govens. Govens tripla, és vezet a Falkó. Hosszú idő után vezet a Falkó, 84-83, az első negyedben vezettek utoljára. Von pedig eladja a labdát. És ha most elkapja a ritmust, a fonalat a hazai gárda, akkor könnyen eldőlhet a meccs, hiszen már csak 4 perc 11 másodperc van hátra. Hát pedig Owens elindul, de aztán nem tudta feltenni. Norfleet igen, ez nem megy be, Szabó pedig leszedi. Váradi eljátsza a nagy halált, amiért lehetne mondjuk szándékost adni színészkedésért. De hát meglepődtem volna, ezt befújják. Ellenben most kap egy sima faltot Váradi. Vonnal szemben. És ez már az 5. csapathibája a Falkónak. Ideonta Von dobhat. Váradinak amúgy a 3. hibája.
Von kezében a labda, és kihagyja az első büntetőt. Amikor nagyon kellene az Etének, nem mennek be a büntetők. Az előbb ugye Kimi is csak kettőből egyet dobott be, és Von is ugyanígy. 84-84 az állás. 3 perc, 40 másodperc a hátra lévő idő. Govens elindul, kiosztja Váradinak, jön a hármas, ami nem megy be, de Tóth Norbert szedi le. Kezdett egy újabb támadást a Szombathely. Govens. Most Pusztávár emeli a triplát, ez sem jó. A lepattanó ezúttal Benke Szilárdi. Jöhet az ETE, Benke el is indul öles léptekkel. Kihagyja, de jön Radics, és ez is kimarad. Most esélye sincs az Alaegerszegnek. Norfrit. 3 perc a meccsből. 84-84. Váradi. Govens. Kinni. Kipontozódik. Hát innét úgy tűnt, hogy a labdát ütötte. Meg Kinni, igaz, maradt Govensnél. De várható volt, hogy kifújják. Előbb-utóbb James Kinnit. Hiszen már az első fél időben 4 faul talált. Horváth Ákos jön a helyére. A túloldalon pedig Borisov váltja Pusztavárt. ...2:47 a végig. Tóth Norbert. Üresen marad, ezeket ő beszokta dobni. Most is megtette. Felelőtlenség volt ott hagyni ennyire üresen Tóth Norbertet. Annál ő jobb játékos, hogy az ilyeneket kihagyja. Von indul el. Hiába dobja, be már előtte lefújták. Így megint büntetőzhet Von. De az imént ugye csak kettővel egyet dobod be. Túloldalon pedig Norfét is kipontozódik. Ő kapta ugyanis a faltot. Így Kinni után ő is kiszáll a játékból. 2:26 másodperc van a végéig, és Von egyenlíthet. Az első büntetője bent van. Pell jött egyébként Norfrit helyére a Falkóban. A második is beszédül Vonnak, így egál, 86-86, Von 13 pontnál jár. 2 perc, 20 másodperc. Váradi. Az Ete még egyet odaüthet. Ez egy sapkoradistó, de mekkora! Váradit akarta be szépen a horvát center. Von. Ő pedig eladja. Mutatja, hogy hozzáértek, és meg is mutatja. Ezt most meg fogják nézni videón a játékvezetők. Szerintem, mert igencsak gyanús volt az eset. És 1:59-en járunk a vége előtt, ez azért fontos lehet, hogy kié a labda. A szombati nézők közül megint tudom, hogy természetesen a szokásos úriember. Ölelkezik egyet a securityvel is, aztán majd tanácsol valamit pap és praks játékvezetőknek, hogy kikapja a labdát. Közben Bence Tamás is utasításokat ad Vonnak. Egyelőre az alaegerszegiek nagyon bíznak abban, hogy övék a játékszer, mert elől maradt az egerszegi csapat. 86-86, 1:59 a végéig. Az már biztos, hogy nem lett sima az első találkozó, bár az előre jelzések, az esély latolgatások ugye arról szóltak, hogy a Falkó nagyon simán elintézi az Etét. Lehet, hogy a Szombathely, de hogy simán nem, az most már biztos. A labda pedig a Falkóé. Elégedetten ül vissza
a szombathelyi Drucker, helyre jó pár sorral feljebb, mint ahol a játékvezetők vannak. Megtette, amit meg kellett, a labda a Falkóé. Jöhet Váradi révén a hazai csapat. 1-50 a végéig. Gomez. Von most odaütött. Ez volt a negyedik csapatiba. Vonnak is a negyedik. Oldalról jöhet a sárga-fekete csapat. Perl. Gowens. Lassan dobni kell. Gowens elindul. Kiosztja. Perl. Hármas. Ez nagyon rövid. Homályig az etéje. Hiába dolja vett. Tóth Norbert nem ér gyűrűt a játékszer. Így jöhet az Alegerszeg. 1-31 a végéig. Sondája is a megszokott rigmusna. Zete tábor. Zeg-zeg-zeg. Zalaegerszeg. Győzelembe próbálja hajtani az övéit a Zete Drucker had. Benke Váradi mögött. Kiteszi Radisnak a sarokból a hármas. Ez nem jó. Lepattanó Váradi. Horváttak pedig fújnak a falkot. És itt dobhat kettőt Váradi támadás nélkül. Rengeteg falt egyébként a mérkőzésen, mind a két oldalon. Váradi bedobja az elsőt. Ha a második is bent lesz, akkor 10 pontot eléri a szombathelyi játékos. Eléri, hiszen jó a második büntetője is. 2 ponttal megy a Falkó. 88-86. 1 perc, 5 másodperc. Von nem viszi közelebb, kihagyja. Lehet, hogy ez volt a meccslabda. Ha a Falkó bedobja, akkor mindenképpen az. Bevallom őszintén, nem is értem Von ezt miért dobta el, mert a hármas azt még jobban elfogadja az ember. De ezt így, ilyen könnyedén, messziről. De Gowens kilépett. Visszakapja az esélyt az ETN 40 másodperccel a vége előtt. Időt is kér, ha jól láttam Bence Tamás. 88-86, 40. A félpályán túlról jöhet majd a ZTE. 2 pontos hátrányból, tehát mindenképpen kosarat kell szereznie a zalai gárdának ahhoz, hogy meccsben maradjon. Benke elindul, Radisnak teszi vissza. Von. 30 másodperc, ebből 14 a támadó idő. Von. Gomez pont, nem fújják le, kihagyja Von. A labda pedig a Falkóé. Per megy ellen, Horváth Ákos azt mutatja, hogy ő nem faltolt, Farkas játékvezető viszont lefújta 22 másodperccel a vége előtt. És ha Per mind a kettőt bedobja, akkor valószínűleg eldőlt a mérkőzés, mert akkor egy tripla sem elég a hosszabbításhoz.
Von két dobást hibázott az utolsó egy percen belül. De nem ez volt igazából a döntő. A döntő szerintem a negyedik negyed eleje volt, amikor Pearl zsinórban 7 pontot dobott másfél perc alatt, és azzal kapásban egyenlített a Falkó. Csak az egyiket dobta be most Pearl Zoltán, így egy triplával egyenlített az étéje. Végig játszhatja a maradék időt az Alaegerszeg, de Wundt megint bevitte. Szabó, Horvát, megütötte Pearl, így dob az Alaegerszeg. Név szerint Horvát Ákos. Bence Tamás mutatja, hogy dobja be Horvát mind a kettőt, és utána egyből vágjanak oda. Csak hát ezt be kell dobni mind a kettőt először is. De még akkor is egy ponttal a Falkó áll majd jobban. Szóval jelenleg 89-86 a szombathelyiek javára. Horvátnak jó az első. Ő amúgy nem játszott rosszul, bár kulcsfontosságú szituációban ő is adott el labdát. Bedobja mind a kettőt Horvát. Így feljön egy pontra az Zete, de csak 10 másodperc van hátra. 89-88. És hát várhatóan a Zete oda fog ütni egyből. A kérdés az... Nézzük tehát, Pusztavár próbálja bedobni a labdát, és hát nyilván Govens kapja, csak muszáj volt faltolni, mert ő nem arról híres, hogy elhibázza a büntetőket. De a szombat is nyugodtan megteheti ugyanazt, amit az ETA, hogy faltol, mert akkor te csak kettő dobhat, és abból ugye nem lesz 3 pont, bárhogyan is nézzük. Bowens dobhat, és benne is van az első. Jön a második. Ez is jó. Nem is várta a mást. Von viszi előre. Von. Rád is a hármasnál elengedi, és kimarad. Nyert a Falkó. De visszadtak a szombathelyiek. 91-88 a végeredmény. 1-0-ra vezet így a szombathelyi gárda. Kijött a hosszabb pad, az erősebb játékos keret a végére. De le a kalap az Alaegerszeg előtt, mert az utolsó másodpercig még ezzel a Radics dobással is megvolt az esély az X-re és a hosszabbításra. Nem jött össze. Így 1-0-ra vezet a Falkó. Pénteken, május 18-án Zalaegerszegen folytatódik a párharc 18 órától, majd utána
vasárnap Szombathelyre jönnek vissza a csapatok, és ha lesz szükség következő találkozóra, akkor az majd az utána következő kedden lesz Zalaegerszegen. Jelenleg ugye a Falkó lépés előre tett szert, de hogyha így tud játszani otthon az Zalaegerszeg, akkor könnyedén egyenlíthet majd a Zalai megyeszékhelyen pénteken. A mérkőzés legjobbja, még úgyis, hogy az utolsó negyedben nem dobott kosarat, Ivica Radics volt a maga 26 pontjával és Temérdek lepattanójával, de elérte a 24 pontot, majdnem utolérte őt a Falkóból Derin Gowens is. Én kollégáim nevében megköszönöm a figyelmet, még ez a végeredmény, Falkó Vulcano, KC Szombathely, Zalakerámia a ZTE, 91-88, 1-0 a Falkó javára, a viszontlátásra, a viszonthallásra.